készülünk a gyereknapra és a pünkösdi hosszú hétvégére, rengeteg programmal készülünk, főleg a gyerekeknek kedveskedünk, egész nap programok lesznek itt a cirkuszi sátorba. Az előadások mellett a gyerekek kipróbálhatják a különböző cirkuszi eszközöket, és akár ez egy ilyen kedvcsináló is lehet, hogy artistákká váljanak, megtanulhatnak egy picit zsonglőrködni, a drótkötélen egyensúlyozni, úgyhogy izgalmas programok lesznek, illetve extra fellépőink is lesznek, itáliai bohóc, Christian Folco fog fellépni a cirkuszporondján, Dodgemmel, légvárakkal készülünk, most már lehet vízibiciklizni is itt a Safari tóba, úgyhogy valóban egy egész napos programmal készülünk, és hát természetesen a legnagyobb attrakciók az állatok, akik között lehet autókázni és vonattal is közlekedni. Meg lehet vásárolni a répát, és a répával lehet akár az elefántokat, zsiráfot etetni, zebrákat, rengeteg kisállatunk született, lámák, és hát a tigriseket nem lehet etetni, de még a tigrisek közé is be lehet menni. Egy új attrakció 2023-ban, be lehet menni a tigrisek és oroszlánok közé egy rácsos kamionnal, és teljesen test közelből lehet ezeket az állatokat megismerni. És hát egész napos programok, ahogy mondtam, lesz motoros bemutató, elefánt tréning, és ha jó idő lesz, akkor még elefánt fürdetéssel is készülünk. Nagyon fontos, hogy aki autóval szeretne jönni, az tud regisztrálni a www.safaripark.hu weboldalunkon, de aki nem regisztrál, azok is jöhetnek, tehát a második számú bejáratunknál bármennyi embert be tudunk fogadni, és vonattal lehet közlekedni. Az első bejáratnál ott az autós rész van, ott az állatok közé lehet behajtani, akik a második bejárat felől érkeznek, azok le tudják tenni a személygépjárművet, és be tudnak sétálni rögtön az élményparkon keresztül, ahol a gyerekeknek játszóházzal, rengeteg légvárral, lánckörhintával, Dodgemmel készülünk, lehet fényképezkedni a dinókkal, és egy hatalmas szuvenír shop is várja a vendégeket, hogy különböző szafaris játékokkal, pólóval, sapkával térjenek haza. Madagaszkár figurái be vannak öltözve, tehát Marty az oroszlánnal, a zebrával, és hát más állatokkal is lehet fényképezkedni, akik egész nap járnak itt a gyerekek között. Úgyhogy szerintem ennél jobb gyereknapi, pünkösdi, hosszú hétvégés, családi program nincs Magyarországon.